Néz ki, hogy a Cinco Bapo és Arivér Hide reality szerkesztői, vagy nem tudom, hogy kell ezt megfogalmazni. Valószínű. Az úgy jó lesz. És gondolom, hogy ez majd sokaknak nagy meglepetést fog okozni. De hát mindenekről gondolom, hogy jó azt, hogyha tudatjuk, hogyha ebből hanganyag lesz és kikerül a közönség elé, hogy ugye 3 hónapja, 3-4 hónapja volt egy beszélgetésünk, amiben elástuk a csatabárdot, úgymond, és egy hosszú beszélgetésben megpróbáltuk személyesen megérteni egymást, hogy ki honnét milyen távlatból nézi Isten igazságait illető dolgokat, mindaz, ami fellelhető a Bibliában, mind Ószövetségben, mind Újszövetségben. És kötöttünk ugye egy kölcsönös megállapodást, hogy nem folytatjuk tovább ezt a fölösleges a csarkodást, aminek sajnos művelője voltam én magam is. És nem is tudom, inkább átadnám a szót neked. Ja, jó. Üdvözlet mindenkinek. Persze, megbeszéltük, és arra jutottunk, hogy nincsen igazából harag, mindenki megtette a saját maga hibás lépéseit, aztán, hogyha ezt el tudjuk felejteni, attól mi még nem feltétlen kell, hogy egyetértsünk, hogy le tudjunk ülni, beszélni bizonyos dolgokról. Valószínűleg nem értünk egyet, de a lényeg az, hogy aki hallgatja, az tanuljon belőle, meg lássa, hogy a cél nem az, hogy a veszekedés meg a vitatkozás nem cél, hanem sokkal inkább az, hogy mi az, amit a hallgatóság tanulni tud ezekből, hogyha egyáltalán akar, meg feltétlenül az, hogy az a szellemiség, amit elvár az atya, az mindenképpen ehhez, és nem az a vita. De a konkrét témát azt rád bízom, mert az te voltál az, aki... Igen, mert hogy... Igen, hogy... hallgattam az egyik hanganyagot, amit készítettél, most nem tudom, hogy valakivel beszélgettél, múlt héten volt ez, vagy előtte való héten, és valahogy előjött a beszélgetésben, hogy most nem tudom, hogy vagy egyedül beszéltél, vagy valakivel, de valahogy előjött ez az RFID chip téma, és azt hiszem, hogy talán egy riportot olvastál be, amikor... Bocsánat, annyit hagyják már hozzá, hogy ez május 3-án volt, amikor szóltál, és egy élőadás volt, a pszichológiai hagyviselés volt a címeim, a képernyőt látják, akik hallgatják, vagy nézik majd később. Igen? Igen. Igen, mert ugye ma nagyon divatos az emberek között a szájakról beszélgetni. Az az érdekes, hogy amikor az ember maga műveli a szájakot, akkor nem veszi észre magát, hogy ugyanannak a világhatalomnak az érdekeit képviseli a saját szájakjaival. Ugye vannak emberek, akik vallásos beidegződésükben, meg ilyen misztikus félelmükben, vagy babonás félelmükben. Vannak, akik meg üldözési mániából állandóan ezzel vannak elfoglalva, ezzel a szájak témával. És azon akadt meg a figyelmem, hogy jól emlékszem, hogy felolvastál egy riportot, hogy Magyarországon valamelyik politikus kérdezte valaki, hogy hogyan lesz tovább ezek után, és hogy kerengenek az interneten ezek a hírek, hogy RFID chipet ültessenek az emberekbe, és hogy a politikus azt nyilatkozta. Nem emlékszem a politikus nevét. Szijjártó Péter volt az. Igen, Szijjártó Péter, igen. Én ugye nem hallottam, hogy nem olvastam erről,
Nem néztem tizetesen utána, de ilyen neve rémlik, hogy a vele készült riportot olvastak fel, hogyha jól emlékszem, és ez az RFID chip dolog volt, és én már régóta figyelem ezt a dolgot, ezt az RFID chip témát, meg ugye képbe jön az is tulajdonképpen, hogy kik vagyunk valójában, és hogy a világrendszer meddig mehet el, és meddig sem, vagy mennyit enged az emberiség önmaga jogainak, az emberi jogainak a megkurtításába, mennyit sem. És most nem emlékszem teljesen pontosan a teljes hanganyagra, amit készítettél, de hogy akármerre nézek, mindenhol ez megy, ez a meneküljetek a vérgőoltástól, meg a maszk mizéria, hogy hát ez is egy összeesküvés elmélet, és akkor, hogy ez egy szájap operés, meg úgy tudom én, de Bocsánat, megtaláltam ezt a cikket, csak azt akarom, Szijjártó Péter 2020 március, bocsánat, április 9-én mondta ezt, hogy bőr alá rakható csíptől kiráz a hideg az Indexnek, igen? Igen, pont ez kongatta meg nálam a vészharangot, hogy ugye emlékszem, hogy amikor először betoppantam a gyülekezetbe még Magyarországon, még a 90-es évek elején volt az talán, és akkor terjesztették Hall Lindsay-nek a nagy bestseller könyvét, azt hiszem a Földbolygó 2000, vagy nem is tudom mi volt a Great Planet Earth, nem tudom, de magyarul talán az volt a címe, hogy Földbolygó 2000, vagy valami ilyesmi, nem emlékszem pontosan. És ugye talán ő volt az első, aki ilyen a kereszténység berkein belül nagy közönség előtt, és ez utótűzként terjedt is a világ minden kontinensen, minden gyülekezetben, ugye. És még emlékszem, én is megvásároltam ezt a könyvet, jó lehet, nagyon kevés dolgot értettem belőle, és hát azt gondoltam én is, tudod, a kereszténységben, a karizmatikus vonalon, hogy hát, ha kijöttünk a katolikusságból, akkor ez már biztos a mennyországba vezető út. És ez a könyv, amiről beszélsz, ez miről, mi volt az apropó, hogy említed ezt? Igen, hogy tehát az információról volt szó, és arról, hogy közel az idő, amikor implantátumokat csipek formájában fognak az emberekbe, azt hiszem, beültetni, meg ilyesmi. És akkor én jól gondolom, hogy te ezen nem értesz egyet, vagy ezt másképp látod? Igen, hogy másként látom. Én biztos vagyok benne, hogy lesz egy RFID chipes korszak, amit azt gondolom, hogy eleinte talán nem lesz kötelezővé téve, hanem mint ugye a bankkártya is, hogy aki úgy gondolja, hogy jobb neki az életvitele könnyedsége és a biztonsága érdekében, az használja, és aki meg nem, az ne használja, de nyilván ugye a világkereskedelmet úgy építik, hogy ez előbb-utóbb úgyis oda fog vezetni egy nagyon fontos és nagyon érdekes dolog miatt, amit sokáig nem... Akkor, bocsánat, akkor mi az, amiben nem értesz egyet? Tehát abban nem értek egyet, hogy az emberek ezt úgy szajkózzák, hogy hát tulajdonképpen az Antikrisztus az lesz az a személy, aki ezt el fogja intézni minden kontinensen, minden országban, minden nép és nyelv között. Ugye, és én ezzel nem értek egyet, hogy... Én szerinted hogy lesz? Szerintem, amit én látok eddigi ismereteim alapján, és egyre inkább kezdek inkább ehhez az elgondoláshoz ragaszkodni, ugye, tehát amiről a jelenési jelenségben a 13. részt, ha jól emlékszem, beszél, a fenevadról, a fenevad bélyege, és tehát a földből feljövő vadállat, és a tengerből feljövő vadállat, és én kezdem azt látni egyre inkább, hogy ez ezzel kapcsolatos
ilyen misztikusnak vagy babonásnak tűnő elméleteknek ugyanaz a forrása nyilván, ami a forrása a kereszténység összes doktrinájának és tanjának. Tehát én azt hiszem már, hogy az antikrisztus RFID chipet tesz az emberek kezébe, hogyha azon kezdtem el gondolkodni végső soron, hogy ez... Bocsánat, hagyd kérdezzek már abba bele, hogy akkor, amikor azt mondja, hogy azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, hogy senki ne vehessen és el se adhasson, hanem csak az, akinek a fenevet bélyege van, vagy neve, vagy a nevének száma. Ez a tesz, ez poéó, ez cselekvő. Ez azt jelenti szó szerint, csak azért mondom, hogy itt a Biblia felfedező, szóval így nézem meg, akik nézik esetleg, majd látni fog-e. De azt akarom kihozni belőle, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy mikor ez tesz, szó szerint ez a kifejezés, ez azt jelenti, hogy cselekvő, mikor azt mondja, hogy nem a törvény hallgatói, hanem a törvénynek a cselekvői azok, akik igazak Elohim előtte, Saul mondja Római 2.13, akkor ő ezt a kifejezést használja, hogy poéó, úgy, mint hogy cselekvő, effektíve valaki, aki csinál valamit, akár betölti, de mint valaki, aki dolgozik, vagy készít valamit, vagy létrehoz, alkot. Szóval ez egy gyakorlati... Igen. Ez nem egy átvitt értelemben, hogy spirituális, ez a szó maga, amit használ, ez egy gyakorlati dologra utal, és még csak annyit hagyték, hogy nem azt mondom, hogy ez az ember, vagy állat, vagy akármi, ez megy majd, és akkor mindenkinek a kezébe ő bele fogja tenni ezt a mikrocsipet. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy úgy alakul majd a világ sorsa, hogy kénytelen lesz mindenki ezt tenni. Ezért mondja azt, hogy azt teszi mindenkivel. Ezt teljes mértékben egyetértek, amit mondasz. Aha. Tehát, hogy úgy fogják alakítani az egészet, de lehet, hogy viccesnek tűnik, amit mondani fogok, de állandóan az csilingel nekem vissza, amit szoktál mondani a korábbi hanganyagaiban. Ház az egész világ, és nem tudom, hogyan folytatódik tovább. Bizabban minden férfi és nő. Igen, tehát hogy színház az egész világ, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy megpróbáltam mindent összevetni, minden számba vehető igeverset a Bibliában, mind Ószövetség, mind Újszövetségből. Aha. És ugye először csak elkezdtem úgy gondolkodni, hogy tegyük fel, van egy ember, aki tudja önmagáról, hogy az ő feltett szándéka, hogy teljes kontrollt vonjon a Földön, a Föld minden kontinensén, országán, lakosságán, mindenkin, aki csak számba vehető, ugye? És felfedezem azt, hogy mi csak valahol létezik egy könyv, ami pontosan én rólam beszél, valaki szerint ez nem szép törekvés, és nem ért vele egyet, és megtesz, hogy ezt az én törekvésemet, ezt a gonosz tervemet leleplezést. Más csodát, le vagyok leplezve a Bibliába, úgy vagyok említve, mint fenevad, vagy vadállat. És tehát nem lenne ez részemről könnyelműség és naívság azt gondolni, hogy előbb-utóbb ez az ismeret nem fog eljutni a legtöbb emberhez, aki aggódik azon, hogy látva a világban történő eseményeket, hogy minden egyre gyorsabban történik, és egyre több rossz dolog, és katasztrófa, és mindenféle történik a világban, és hogy ez mind egy irányba mutat, hogy itt valakinek meg kell jelenni, aki megoldást fog kínálni mindenre, és azt fogja kérni, vagy követelni az emberektől, hogy használják ezt a úgynevezett RFID chipet, vagy a benevezett bélyegét, ha úgy tetszik. Arra gondolsz, jól értem, hogy mivel le van írva az írásokban, ezért ez a karakter így eleve le van leplezve, még mielőtt meg tudná tenni, szóval mindenki tudni fogja, hogy ez egy probléma, ez a mikrocsip dolog. Erre gondolsz, jól értem? Igen, hasonló dologra gondolok, tehát amire ki szeretnék lyukadni itt kislányos zavaromba, hogy tehát, hogyha van egy ilyen személy,
Tehát, hogyha mondjuk személyről beszélünk, és ő neki megvan minden képesség, vagy minden hatalma, minden... Miért nincsen? Tessék? Miért nincsen ilyen személy? Már úgy értem, hogy nem lesz ilyen személy, vagy nincsen? Hát nem akarok ennyire előre menni, mert akkor nem lesz érthető Bocsánat. Oké. gondolatmenet, És amiről... akkor, amikor azt mondja, hogy bocsánat, hogy közbevágok, de ez csak azt akarom, hogy az írásokat közben így néhány dolgot. Azt mondja, ez Máté 24-24. Mert hamis masiák, vagy Krisztusok, és hamis proféták is támadnak majd. Ez ugye nyilván az utolsó idők, mikor kérdezik, hogy mik lesznek a jelei. És nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ez az elhitet, ez félrevezet, eltéveit, elcsábít, elámít, félrevezet, a választott pedig eklesztosz, eklesia, a kiválasztott emberek. Szóval ez az időszak, ez olyan, hogy még a kiválasztottakat is félrevezeti. Így van. A kérdés az, amiből kiindultam, amin keresztül teljesen átértékelődött ez az egész dolog, és azt gondolom, hogy ez megint csak, ugye, ahogy ismerjük Rómát, a római keresztény vezetőket, akik ugye mindketten tudjuk egész biztosan, hogy a politikai és pénzügyi Róma bukása után folytatták az üzelmeiket tovább, csak hogy ez ne legyen annyira feltűnő, ezért ilyen papírruhákat öltöttek magukra, hogy úgy tűnjön az egész a világ szemében, hogy ez a gonosz Róma az eltűnt, aki mindig trükkökkel és cselvetésekkel győzte le az ellenségeit, ugye? Na most az egyik dolog, ami figyelemre méltó, ugye, ez János írta, és éppen akkor történetesen Róma volt az uralkodó empire, az uralkodó birodalom, ugye az előtte levő négy vagy öt világhódító birodalom után, ugye? Tehát, és ugye Jánoson keresztül az örökkévaló figyelmezteti az ő népét, hogy lesz egy személy, aki trükkös dolgokkal fog operálni, és megpróbálja elszakítani az eklésziát a megváltónak való engedelmességtől, ugye? Igazából már ez meg is történt, de az engedelmességtől már rég elszakadt a legtöbb ember, ugye, már bocs, hogy csak azt akarom mondani, hogy aki ő benne maradnak, úgy kell járnia, hogy ő járt, János írja első levél, 5-ös fejezet. Szóval már a legtöbb ember rég, második fejezet, első levél, bocsánat, már rég senki nem jár úgy, szóval azt na, mondja, pont, hogy... Számból vetted ki a szót, mert erre akartam kiukadni. Nem tudom, hogy érted, de hogy mire akartam kiukadni, de hogy most ezt csak úgy mondtad, vagy érted? Arra értettem, hogy mikor azt mondod, hogy el fogja téríteni, már eltérítette. Igen, de ezt azért mondom ebben az időben, mivel hogy ugye János, ugye ezt nem tudom a... Hogyne, hát már akkor is. Első vagy a második században írta ezt le, ugye Patmos szigetén, igaz? Igen, első században. Hát, tehát az első század vége felé, igen, azt gondolom. Nos, most gondolj bele, hogy mi ott vagyunk a János idejében, ugye? És tegyük föl, hogy te vagy a János, csak most egy durva példa. Hát kapsz egy látomást az örökkévalótól, hogy figyelmeztest a népet, a Krisztusnak a követőit, a korai követőit, igaz? Mert elég érdekes dolgok voltak kibontakozóban. És Pál is mondja azt, hogy hát tudom, hogy az eltávozásom után báránybőrbe bújt farkasok, kások jönnek, akik nem kedveznek az Isten nyájának, igaz? Tehát ez az egész sokkal inkább arra enged következtetni, hogy egy olyan dologról beszél a János jelenésekben elsősorban fizikailag, ami az ő idejében volt várható esemény, mert most gondolj bele, hogy élünk ebben a korszakban, a János idejében, te kapod a látomást és a kijelentéseket, a figyelmeztetéseket, figyelmeztesd az Istennek a népét, de figyelmeztesd az Istennek a népét egy olyan eseményre, ami 2000 év múlva fog bekövetkezni. Hát szóval... mint, hogy számos más profécia is figyelmeztet, érted? Dánielnek azt írja, hogy
hogy pontosan ezt írja neki, 12-es fejezetben azt mondja, hogy zárd be beszédeket, pecsételd be a könyvet a végső időkig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Szóval van egy időszak, amikor még ez nem lehetett tudni. Igen, de pont, bocsánat, mondjam. De azt akarom mondani, hogy akkor nem lehetett érteni, mint ahogy ezt egyértelműsíti Dánielnek, de utána majd később érthető lesz. Olyannyira, hogy azt mondja, hogy sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra, az értelmesek fénylenek, mint az ég fényessége. Szóval azt sem mondhatjuk, hogy ez az ő korára vonatkozott, hiszen az a végidő, amikor feltámadnak az emberek. És erre mondja azt, hogy pecsíted be a könyvet a végső időkig, és tudakozzák majd sokan, és majd akkor megértik, mikor megmutatja majd nekik. Sőt, azt mondja, hogy menj el, Daniel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a vég idejéig. Igen. Szóval vannak proféciák, bocsánat, csak azt akartam kihozni belőle, amik a vég, az utolsó időkre vonatkoznak. Ez nem egy lehetetlen dolog. Sőt, hát a visszatérésre vonatkozó proféciák mind az utolsó időre vonatkoznak. Annak ellenére, hogy 2000 évvel megirattak. Most nem ellentmondást akarok találni, csak azt mondom, hogy az nem egy lehetetlen dolog, hogy akkor írja, és egy későbbi korszakra vonatkozik, szerintem legalábbis. Igen, ebben egyetértek, és még hozzá, még úgy is, hogy ugye ahogy nekem tűnik egyik írásokból, hogy például ami az Ószövetségben Tórában és a profétáknak adott kijelentésekben történt előrejelzései az örökkévalónak, tehát hogy ezek mindig lehet látni, hogy fizikailag valósultak meg. De ugyanakkor érdekes párhuzam van, hogy például a mostani korszak, amiben élünk, a hatodik korszakában az emberiség történelmében, ugye ezt is lehet valahogy az írásból látni, hogy meghúzódik hét korszak a Földön és a nyolcadik a mennyben, és hogy mindig a korszakokat ítéletek, Istennek az ítéletei zárja le az engedetlenek és a gonosztevők, hogy elnyerjék már itt a Földön is az ítéletüket, nem beszélve arról, hogy mi vár rájuk majd az 1000 év után, ugye? Most, hogy lehet ezt látni, hogy például Dániel proféciáinak ugye elsődlegesen ugye Izrael népének adattak ezek, és ahogy mondod, hogy hát nagyon sok a saját életük nem következett be, hanem több száz évvel később, de mégis látni azt, hogy az Izrael részére adattak ezek a proféciák, ezek a előrejelzések, és ezek fizikailag be is teljesedtek, de ugyanakkor látni ennek egy ilyen lelki aspektusát is, ami viszont igen, érdekes lelki mód az Új Szövetség idején meg fog ismétlődni lelkiekben. Ugye? És sok esetben ott a kulcs a proféciáknál, hogy az időről, amikor beszél, hogy a végidő, utolsó idő, mint a rendben, itt vagyok. Bocsánat. Én, tehát, hogy Mária, hol is tartottam? Hát, hogy a végidőkre nézve pedig spirituális, szóval akkor itt fizikális most. És megfigyeltem ezt is, hogy például, ahogy említetted, tehát, hogy az utolsó időkre szól, ott van például Joelnél is, hogy ugye, amit a karizmatikusság és a kereszténység vert az emberek fejébe. Bocsánat, csak egy pillanat, mert én tudom, értem, hogy Joel, mit akarsz majd a ruákot kitölteni az emberekre. Akkor el fogunk kalandozni okay. A fenevőd lényegét. Annyit hagyj, jegyezzek már meg villámgyorsan. Ugye említetted ezt a korszakokra felosztást. Ez a korszakokra felosztás... Most, hogyha el akarunk szakadni a
keresztény, vagy akármilyen ideológiától, azzal biztos tisztában vagy, hogy a korszakokra felosztást azt úgy hívják, hogy dispensationalism, angolul. És ez egy protestáns, evangélikus, illetve fundamentalista értelmezése a Bibliának. Szóval ez szintén egy keresztény dogma, ez a dispensationalism, amikor korszakokra osztják fel az időt, bibliai korszakokra, ez az a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 korszak, amiről beszélsz, és ez most itt csak encyclopedia.com, hogy aki nézi, az látja, meg elolvasta, de utána is járhat. És jön meg tehát hogy már minden megtörtént, vagy minden csak később fog megtörténni, de egyiket sem vallom, mert mindig valami... Csak azt akartam kihozni belőle, hogy nagyon nehéz 100%-ig az embernek elkülöníteni magát mindenféle keresztény dogmától. Szóval nem feltétlenül valami rossz, ami a kereszténységben van, mint például Joel 232 a Ruach, az szerintem nagyon nehéz másként értelmezni, mint az, hogy van egy Ruach, hogy létezik egy spirituális oldal. Ismerem a tanítást, hogy a Ruach az a szó, amiről beszélsz, és ez egy dolog, többek között, amivel nem értek egyet, úgy értem, hogy erről is lehetne beszélni órákat, szerintem az írások egyértelműen teszik, hogy a ruach az egy spirituális dolog, sőt, hát maga a szó, amit használnak, ruach, az azt jelenti, hogy szél, szóval az eleve maga a szó azt jelenti, de visszatérve a dispensationalism, csak egy pillanat, azt akarom mondani, hogy ha én egyetértek veled abban, hogy a kereszténység, a protestáns, meg ezek, ez egy gyakorlatilag egy pogány kultúra, mindenki, aki nem a Tora szerint él, az tulajdonképpen pogánya a definíció szerint, de az nem jelenti azt feltétlenül, hogy ez rossz, vagy az attól függetlenül hazugság, és a másik az, hogy csak azért, mert ők azt mondják, azért nem feltétlen kell elvetni. Mint ahogy látod, hogy te is elfogadod ezt a tanítást, és ráadásul ez egy amerikai evangélikus mozgalom, amit 1830-as években John Nelson Darby volt az, aki az angol egyháznak a minisztere, aki megalapította ezt a dolgot. Szóval... Hát erről megmondom őszintén, nem tudtam. Hallottam Darby nevét, nem olvastam az ő tanításait, mert nem akartam belekeveredni, mert örültem annak, hogy 20 év bolyongás útvesztő után a kereszténységben kibírtam valahogy kecmeregni belőle, és a legtöbb tanát, ami alaposabb, tüzetesebb vizsgálódás után még egy 3 éves gyereknek is szemet kell, hogy szúrjon, hogy semmiképpen nem lehetnek azok a feltevések igazak az Isten beszéde alapján. Szóval én magamtól állítottam ezt valahogy fel, hogy látszik, ha csak azt nézzük, hogy hol, mikor történtek ítéletek az írásban, és ezek úgy tűnik, hogy valamiféle korszakokat szimbolizálnak. És most nem akarok belemenni ebbe, mert tényleg ez is megér egy beszél. Hogy kanyarodni akkor ettől az egész szenavat bélyege dologtól, ha belemegyünk, de mindegy, ezt meg akartam mutatni, hogy ez nem egy... Hogy mondjam, hogy nem, mindent kitalált valaki már korábban, na valljuk be. Ez nagyon nehéz előállni egy eredeti ötlete. Ha nekem eszembe jutott, vagy neked, akkor biztos valakinek eszébe jutott már a történelem során. Valószínű. Hát szóval vissza a János jelenésekhez. Ugye, tehát hogyha elsősorban, ugye mert nyilván János kapta ezt az előrejelzést, a figyelmeztetést az angyaltól, aki a megváltótól kapta, aki tulajdonképpen az örökkévaló küldött, ugye, hogy közvetítse így le ezen a csatornán Jánosig az üzenetet, és ő pedig figyelmeztessetett levelek formájában küldje el a kis ázsiai gyülekezeteknek, ugye, annak a
két kis ázsiai gyülekezetnek. És Igen. elsősorban, hogyha ez egy érdekes párhuzam az Ószövetség, ugye, hogy ott is proféciák vannak, profétákon keresztül Istennek az előre jövendőlt ítélet felekedetei. Tehát ez mondhatjuk azt, hogy az utolsó ilyen profécia, főleg egy olyan embertől, aki a zsidók maradékából jött ki, amit Isten Ábrahámnak ígért meg, hogy összeszedem a maradékot a te leszármazottaidnak, akik megmaradnak az én ismeretemben, úgy, ahogy te megmaradtál az én ismeretemben, a többi az el fog veszni, ugye ezt tudjuk az írásból is, meg a történelmből is látjuk. Az valljuk be azért, hogy ez a zsidó dolog, az nem egészen úgy van. Most ez megzavarja a legtöbb embert, mikor azt hallja, hogy zsidó. Ez a zsidó, ez nem egészen úgy van, hogy zsidó. Izrael, amiről beszélsz most. Igen, izraelita. Igen. A zsidó az nem jelenik meg egészen Eszter könyvéig az a fogalom, hogy zsidó, amíg el nem űzte Izraelt. Értesz? Szóval amikor azt mondjuk, hogy zsidó, egy laikus, aki csak nézi ezeket a videókat, azt gondolja, hogy jó, zsidó, körülmetélés, Mózes, stb. Ez nem így van. Én próbáltam ezt már tisztába rakni, de nem olyan egyszerű. De a lényeg az, hogy te érted nyilván, hogy miről van szó. Szóval én csak azt én akartam, hogy ha valaki esetleg nézi, hogy tisztába legyen azzal, hogy az ígéret valóban Ábrahámnak történt, de ugyanúgy a körülmetélés is Ábrahámnak történt. Szóval, hogyha elfogadjuk azt, hogy az ígéret neki történt, akkor a körülmetélés hogy nem fogadjuk el? De most megint akkor el fogunk kanyarodni. Tehát viszont újból a témához. Szóval, tehát János kapta ezt a figyelmeztetést, ugye, hogy figyelmeztesse elsősorban az ő idejében élő megváltónak a követőit, igaz? Tehát, és ez elsősorban, ezt lehet látni az írás, elsősorban nem nekünk szólt, hanem azoknak, akik ott éltek személyesen, már nem látták a megváltót, de később csatlakoztak az apostoloknak a munkássága során, csatlakoztak az eklésziához, igaz? Kellett őket figyelmeztetni, hogy figyeljetek, mert történni fog egy váltás itt a világtörténelemben, amikor valaki elő fog azzal állni, hogy látomást látott az égen, egy keresztet, és szózat volt hozzá, hogy ebben a jelben fogsz győzedelmeskedni, és ez a személy ez el fogja szakítani az apostoloktól, a megváltónak a tanításaitól, el fogja szakítani mindenféle eretnek tannal az eklészia híveit, ugye? És igen, jó, nem akarok mindig ellent mondani, csak néhány dolgot hozzátennék, hogy csak hogy legyen egy alternatív perspektíva az egészre. Ez már akkor is így volt. Azt mondja, hogy valának pedig hamis proféták is a nép között, ez Péter második levele, második fejezet. Amiképpen ti közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni. És ez akkor volt, amikor a Mashiach még majdhogy nem járt a földön. Szóval az, amiről beszélsz, ez a hamis tanító, meg akármi, ez örök. Ez nem... Én úgy gondolom, hogy ez nem valami, ami megjelenik, vagy valami, ami egy meglepetés volt számukra, hogy jött... Én szerintem Konstantinról ők tudomást sem vettek. Addigra már réges-rég az volt ott, ami ma van. Ez mindig csak egy maroknyi ember járta ezt az utat úgy, ahogy kellett. Soha az nem volt népszerű, hogy valaki higgyen Mashiachban, és betartsa azt, amit a Tora elvár tőle. Ez, és tudom, hogy ebben nem értünk egyet, csak azt akarom mondani, hogy ez a különbség, én úgy gondolom, az között, aki járja az utat, meg akkor, aki nem, hogy ez akkor is így volt, hogy ki az, aki úgy akar enni, meg öltözködni, meg ünnepelni, meg élni, meg rendezni az életét, ahogy az le van írva. Senki majd, hogy nem. Szóval ez az, amire ők figyelmeztetek, és ez már szerintem akkor is ugyanilyen kaotikus állapotokat eredményezett. Szóval Konstantin, hogy ő lát... mert ugye János mondja pontosan, hogy
Az utolsó, hogy is van ez, egy most nem jött Ez teljesen. az antikrisztusok? Igen, amikor, igen, hogy onnél tudjuk, hogy az utolsó időben élünk, hogy sok antikrisztus jött ki, és ugye beszél erről János a valamelyik levelében, azt hiszem. Igen. Ott is többes számban beszél antikrisztusokról, nem egyről beszél, hanem sokról, ugye? Hát de Saul meg azt mondja, hogy a törvénytaposó, ő meg egyről beszél, az ember. Pontosan. Igen, tehát ez itt, szerintem ez az, amire éles szemmel oda kell figyelni, mert ugye annak ellenére, hogy sok ilyen antikrisztus kóborolt már akkor is, mint ugyanúgy, mint ma a gyülekezetek élén, meg a interneten, ugye ez akkor nem volt ilyen technológia, mint most, de akkor is már rengetegen beszéltek látszólag az örökkévalónak a dolgairól, igazságairól, úgy, hogy saját maguknak fogalmuk sem volt, nem hogy fogalmuk nem volt arról, hanem ezt csak tanították a többieknek, de ők maguk soha nem éltek úgy, az szerint, ugye? És... Hát figyelj, ez egy másik kérdés lenne, ugye, hogy élni, azt szerint, de kanyarodjunk vissza akkor a bélyekhez, szóval amikor, szóval abban egyetértünk, hogy lesz egy fizikális bélyeg, vagy nem, vagy... Igen, tehát végsősorban amire ki akarok lyukadni, hogy ugye mindig van sok antikrisztus, akik hamis dolgokat tanítanak, tehát ellentétes dolgokat tanítanak, hogy nem egyezik meg az örökkévalónak az igazságával, amit vagy beszédben a megváltón, vagy az apostolokon keresztül közölt, vagy írásban az Ószövetség, vagy az Újszövetségen keresztül közölt az övéivel, igaz? Tehát sok antikrisztus volt akkor is, és mindig is lesz, már az Ószövetségben is volt, csak őket hamis profétának nevezték, ugye, de ugyanakkor nem sok antikrisztus van, akik egy olyan vallást hoztak létre, ami kívülről úgy tűnik, hogy van valami köze a megváltó által közölt ismeretekhez és igazságaihoz az Istennek, de viszont ha alaposan szemügyre vesszük és átvizsgáljuk, akkor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen semmi, de semmi az ég világon kívül, semmi közös nincsen az örökkévaló, az ő általa küldött megváltó által közölt igazságokhoz, mert minden tizedik szava igaz csak, hát, és azt is még meg kell szűrni. Ez a 1 János 2.18, amiről beszélsz, itt az utolsó óra is, amint hallottátok, hogy az antimásiák eljő, így most sok antimásiák támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Hát nyilvánvaló az, hogy ott egy szeméről beszél, és ugye utolsó óráról beszél. Az utolsó óráról az én ismereteim szerint az Izrael történetének az utolsó órájáról, még mielőtt Róma megérkezik 70-ben, és a légiókkal lekaszabolja Jeruzsálemet, ugye, és megsemmisíti ezt a nemzetállamot. Tehát annak az utolsó órájáról beszélt. Persze. És, egyrészt ugye nekik az utolsó óra, aztán pedig ugye a profécia jön vissza az idő végén, mert ugye egyébként megmondja ő, hogy miről beszél. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jahusa a Mashiach, vagy Jézus a Krisztus. Ez az anti-Mashiach, vagy az antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Azt gondolom, hogy itt is nagy félreértés van az emberek, ugye főleg sajnos a karizmatikusságnak köszönhetően, mi azt mondják, hogy hát vallod-e, hogy Jézus a Krisztus, ugye, és akkor mindenki azonnal megvan, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, ugye, és tehát akkor elhitetik magukat, hogy itt arról van, hogy te ezt már megvallod, hogy hiszed, hogy Jézus a Krisztus, akkor te tulajdonképpen mindegy, hogy milyen bűnt követtél el az előző órában, vagy napokban, vagy hetekben, ezért neked üdvösséged van, mert te ezt megvallottad, hogy a Jézus a Krisztus. De az írás tekintve, és ahogy ismerem a te gondolkodásmódodat és ismereteidet jelenlegi állapotát, biztosan tudom azt, hogy a megvallani a megváltó szabadítót nem egyenlő azzal, hogy számmal elmondom, hanem pontosan amiről te szoktál beszélni, hogy ahogy él. Természetesen. Valaki, hogy ismeri és hisz benne, ha az szerint él, az szerint az utasítás szerint, amit az örökkévaló rajta keresztül közöl,
a néppel, az ekklésziával, a megváltottaknak a közösségével, ki az elhúzottak, vagy a bűnből engedelmeségével. Akkor végül is megint csak visszatérek oda, hogy mi a te elképzelésed arról a Igen, a képben. lényegről, ha nem az, ami a többségi vagy... Tehát, ha és látunk a történelemben sok példa, most csak egyet említett gyorsan, ezzel te is tisztában vagy, ugye a mai hamis Izrael államnak a megszerkesztése a brit mandátumon keresztül, a Rothschild Igen, által. ez a Balfour nyilatkozat 1946. 46, úgy Hát emlékeztem, 17. 48, azt hiszem valahogy. Hát akkor véglegesítették, de a Balfour nyilatkozat azt hiszem 17-ben írta Igen, alá. hát úgy értettem, hogy amikor visszatértek, az akkor volt a visszatérés, azt hiszem 26-ban volt itt, amúgy azt mondják, de szenzáció 48, volt. talán 48, mikor. 48-ban. Tehát milyen nagy szenzáció volt ez a keresztény világban, főként a karizmatikusságban és a hozzá kapcsolódó körökben, hogy egy profécia teljesedett be, ugye? De ez nem igaz, mert ha megnézzük azt, hogy az örökkévaló mindenkor, amikor az engedetlensége és az istentelensége miatt fogságba vetette a népet, a visszatérésnek mindig volt egy folyamata és egy több részből álló dolog volt, amit nagyon kevesen vesznek észre, vagy nem is akarnak észrevenni, beszélni róla. A kezdve attól, hogy a fogvatartó királynál mindig volt a néppel egy próféta, Istennek egy De hát prófétája. akkor, most bocs, csak mert próbálom az idő miatt egy kicsit sürgetni, hogy akkor mi is amiben különbözik a vélemény. Na, szóval azt akartam elmondani, ahogy látjuk azt, hogy Vatikán az ő hatalma megtartása érdekében, és még inkább kiterjeszt az egész világra, rengeteg hittetést és ilyen psyop operation, meg ilyen disinformation csinál, és ahogy te szoktad mondani, Szihán az az egész világ. Tehát, hogyha el akarom hitetni én Konstantinként és az utódaimon keresztül, el akarom hitetni az emberekkel, akik azt hiszik, hogy a megváltó szabadítónak a követői, hogy nem ebben a korban fog megtörténni ez, amiről János írt, hanem majd 2000 évvel később. A figyelmünket szegezzük a távoli jövőbe, hogy majd jön egy... Jaj, értelek, azt értem már. Szóval, jó, értem, oké, felfogtam. Szóval azt mondod, hogy félrevezették szándékosan az embereket Jochanan vagy János korában, hogy majd 2000 év múlva lesz ez a dolog, és közben meg betolták a trójai falovat, Konstantin meg a nicai zsinat idején. Erről van szó, ugye? Megetették a Krisztus, nem a Krisztus követőket, megetették a kereszténységet azzal, hogy hát már nagyon az utolsó időkben élünk, mert már látjuk, hogy Izrael államának a proféciá is megvalósult, ugye, ami nem igaz, mert... Most, úgy érted, hogy most megetették őket, hogy most abban élünk. Így van, igen. És akkor szerinted mikor, mennyi idő van, vagy mit gondolsz te erről? Mert akkor kíváncsi lennék már arra. Hogy... Hát, amit ezzel kapcsolatban jelenleg ismereteim alapján tudok elmondani, hogy nyilvánvaló, hogy ismerjük mind a mellett, hogy tudjuk, hogy mi a kijelentés az örökkévalótól a megváltón keresztül, arról, hogy ez a korszak, amiben most élünk, hogyan ér véget, hasonlóan az előzőekhez. Tehát én most nem akarok így a diszpenziós dolgokról beszélni, mert én nem hiszek abban úgy, ahogy ők hisznek, de annak ellenére, hogy látni ezt az írásból ezeket az hát ítéleteket... Most én nem, azt tegyük félre, csak azt akartam, ezt már meg akartam neked mutatni korábban, mert én úgy vettem észre, bocsánat, hogy beleszólok, csak mindig... Én úgy vettem észre, hogy te ezt így mondod, de közben nem tudod, hogy létezik egy olyan. Szóval én nem azt akarom bizonyítani, hogy most te azt mondod, hanem én azt akartam megmutatni neked, hogy te erre csak rádöbbentél magadtól ezek szerint. Igen, pontosan. De ez létezett, ez a dolog. Sőt, ez egy relatíve népszerű filozófia vagy teológia manapság, a nem tudom minek hívják ezt, protestáns, keresztény, meg evangélikusok között, hiszen ez lehetővé teszi számukra azt, hogy azt mondják, hogy a törvény az előző korszakban volt, most meg valami más van. De visszatérve az időszakra, szóval mit gondolsz arra vonatkozólag? Nem azt mondom, hogy jósod meg, hanem mit gondolsz, hogy időben mennyi kb. Ez csak ugye az írásból látható eseményeken keresztül lehet
Ugye küszöbön van, tehát oda akarok kiukadni, hogy te magad is, mert hallom a műsoraidat, az előadásaidat, tehát te is tisztában vagy azzal, mint remélhetőleg sokan mások rajtunk kívül is, hogy itt Istennek a célja, hogy ebből a világösszeomlásból, amit az istentelen emberiség magára hoz, és majdnem kipusztítja magát, ez elől akarja kimenteni mindazokat, akik hajlandóak meghallgatni az ő tanácsát, szót fogadni, elkezdeni úgy élni, ahogyan ő utasít, hogy abba a kiváltságba tudjon részesíteni minél több embert, hogy ezelől a világ, a közeledő világösszeomlás elől kibírja menekíteni minél. Igen. Tehát ugye, és ez úgy fog történni, ha azt mondja az írásban, Pálon keresztül is, meg sok más egyéb helyről, megerősítés, vagy a megváltó el fog jönni Isten utasítására az utolsó csapás, vagy ítélet előtt, ugye a hetedik harsó előtt, hogy elküldi, ugye? De ennek ellenére látjuk a világban ezt a hittetést, amit megint csak a Konstantinnak a leszármazottai, ezek a pápák, meg vele együtt az ő jobb és bal keze, tehát a római egyetemes vallás és a karizmatikusságnak minden válfaja ezt hirdeti az emberekben, hogy a Jézus el fog jönni nem sokára, hogy a nyomorúság elől kivegyen, ugye? És bocsánat, igen, mondjad, csak fejezd be akkor, és akkor utána kérdezem. Tehát, Istennek a terve az, hogy kimentse, de látjuk, hogy ezt leutánozza ez a megáltalkodott római család szervezet, leutánozza, és tehát egy színházzá teszi ezt az egész világot, hogy tudta, hogy vannak azok a proféciák, és a bibliaolvasók azt nézik, hogy mikor fog Izrael állama megalapulni, mert testileg nézik, olvassák, nem értik, hogy itt nem testi Izrael összeszedéséről van szó, hanem lelki Izrael, az ekklészia. Hát nem immár csak azok, akik az Ószövetségnek a leszármazottai genetikailag, hanem az egész világ minden népéből, akik előveszik ezt a könyvet, és határozzák, hogy úgy akarnak élni, igaz? Ó, én szerintem még csak, hogy ebben is egyetértünk, amit mondasz. De a maga, ez a, mikor azt mondod, hogy szóval lényegében, ha jól értem, akkor arról van szó, hogy leutánozza a világ a proféciákat, és szerinted olyan, ami előrébb van, előrébb hozza, mint... Így van. Ó, ebben tökéletesen ez így van, ahogy mondod mellesleg. És ő, mielőtt az igazi megváltó, az Istentől küldött szabadító, aki kiszabadít az ítélet elől, még mielőtt ő megjelenne az egek felhőjében, előtte ők be akarják hozni az ő általuk a világ uralkodója. Abszolút így van, ahogy mondod. Szerintem szó szerint ez történik, amiről most beszélsz. Így van, és ugye ehhez kellett nagy lépésben, tehát hogy kellett egy nép, kellett egy föld rész. Így hogy... igaz, pontosan ahogy mondod, ez így van, szerintem. Lett egy nemzetet oda, akiknek genetikailag semmi köze Ábrahámhoz, Izsákhoz, Jákobhoz. Tehát ezek csak a nyelvet és a nyelvet beszélték és a szokásokat, ugye? A következő nagy színjáték, a nagy függöny, a függöny mögött, ugye, mert nagy... Bocsánat, csak annyit tegyek hozzá, hogy ebben egyetértek, sőt, szerintem erről már beszéltünk valószínűleg mind a ketten számtalanszor erről a jelenségről, de ha belegondolsz, nem is tud más csinálni. Hiszen úgy értem, hogy az ellenség most, aki irányítja a világot, a satán, mert előre kell, hogy hozza, hiszen utána nem teheti, mivel akkor már megtörtént volna. Szóval egy kicsit a világ hazugsága mindig előrébb jár, mint ahol a profécia lesz. Ez mindig is így volt, szerintem meg mindig is így lesz. Na most gondolj bele, hogy ugye, tehát te vagy Konstantin császár, létrehozol egy vallást, ezzel tulajdonképpen te leszel az Isten, aki beülsz abba a templomba, tehát annak a másik Istennek a templomába, mert ugye a Pál apostol, amikor arról beszél, hogy hát minden dolog fölé emeli magát, mindent... Igen, ami tiszteletre idézi mellesleg Dániát, igen. Van. És ugye azt mondja, hogy beül az Istennek a templomába, ugye? De ez nem a harmadik templom, amiről tévesen a keresztények propagálják ezt az antikrisztusi teóriát, ugye, hanem ő egy másik templomba ül be,
Ugye azt mondja a De... Pálapostól, hogy azok a zsidók, akik az akaratukat, tehát a szívüket az Isten parancsolataival körülmetélik, alávetik magukat, igaz? De bocsánat, de a keresztények sem azt mondják, hogy Konstantin volt az antimásiák. Ez ebben majd, hogy mindenki egyetért, hogy ez az Antiochus Epiphanes volt a Makabeus időszakban. Makabeusok első fejezet ír erről, vagy második fejezet. Szóval a keresztények úgy gondolják, szerintem teljesen helyesen, hogy a pusztító utálatosság az már megtörtént, és az Antiochus Epiphanes volt, amikor elfoglalta Jeruzsálemet, és ugye disznót áldoztak, meg stb. Ezt gyönyörűen leírja a Makabeus könyv, nem is tudom melyik fejezete. És Igen. megint csak nem cáfolni akarom az egész dolgot. Azt akarom mondani, hogy a Konstantin dolog, és csak annyit hagyj egyezek meg villámgyorsan, hogy a római uralkodók a kezdetektől fogva a napisten leszármazottai voltak. A vallásuk mindig is az volt, hogy a római uralkodók, sőt nem csak a római uralkodók, hanem minden nagyobb birodalom uralkodója, beleértve az egyiptomit is, az az isteneknek a leszármazotta. Innen jön a szekér, meg a napkorona feje fölött, meg a mitra dolog, meg ez a vallás, ez megvolt. Szerintem, ami történt, amiről beszélt, az lehet, hogy nem tudták legyőzni ezeket az embereket erővel, és ezért úgy döntöttek, hogy mint ahogy azt csinálják azóta is, hogy kompromisszumra kényszerítik azokat, akik követik a Masiachot, vagy a Krisztust, és úgy kényszerítik őket kompromisszumra, hogy a pogányság és ők is egy úton tudjanak járni, anélkül, hogy feladná bárki is az identitását. És ez egy egyszerűbb út volt a kereszténységnek, bocsánat, azoknak, akik már akkor is az egyszerűbb utat követték. Szóval, mivel erővel nem tudtak győzni, ezért kompromisszumot ajánlottak. Nem üldözik őket, de csak néhány dolgot kell feladni. Nem kell a sabátot megtartani, hanem a hét első napja lesz az ünnepnap, ami ma a vasárnap. És akkor az lesz a Sol Invictus, vagy minek hívják azt, a legyőzhetetlen napja, meg ezek a dolgok. Szóval egyetértek abban, amit mondasz egyébként most is nagyjából, hogy volt egy ilyen trójai falu, amit, sőt, hát sok is volt, de attól függetlenül a végidőre vonatkozó proféciák mind a Tanakhban, mind a Jelenések könyvében, azok szerintem azért léteznek, nem? Hát... Érdez, hogy léteznek proféciák, amik a végidőre vonatkoznak. De én azzal teljesen egyetértek. Csak úgy, ahogy a kereszténység magyarázza, legképpen nem a karizmatikusság. Tehát ez az egész, ez egy színjáték elénk van készítve, vagy hát nem elénk, mert tulajdonképpen ez lesz a próba, hogy ahogyan a János idejében levő követőit, a megváltónak, ugye, ahogyan a zsidókat, vagy a zsidókat, az izraelitákat ott Antiochus idejében, igaz, megpróbálta az örökkévaló a hithűeket Antiochusszal szemben, hogy ő az életük kockáztatásával nemet mertek neki mondani, hogy nem veszünk részt abban a fajta istentiszteleti szertartásokban, amit te írtál elő, hanem mi ragaszkodni fogunk ahhoz, amit az örökkévaló. Pontosan így van, ahogy mondod. Pontosan ez így történt. Lelkileg meg kellett ismétlődnie az általam hatodik korszaknak nevezett időben úgy, hogy az Antiochus Epiphanes az csak egy előképe volt annak, ami a római császár volt, de ennek lesz még egy mostan megjelenő változata is, ugye, tehát ezek mindig ismétlődnek, ezek a dolgok az írásban, de viszont ezt, hogy elterelje a figyelmet az a világirányítói családi szervezet, aki az egész mögött van, ők tudják nagyon jól azt, hogy az egész világot nem fogják tudni megetetni, mert lesz egy kicsi maréknyi ember, akik nem lesznek hajlandóak megadni, és ha kell, akkor inkább felvállalják azt is, hogy meg fogják őket na, ölni. Na, na, na most egy pillanat, ha már itt tartunk, csak azt akarom neked
Hát azt akarom megkérdezni, ha már, mert ez így van tökéletesen, ahogy mondod. Ez, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez mindig is így volt, nem? Mindig is Igen. csak egy maroknyi ember volt, aki hajlandó volt az igaz utat járni, nem gondolom, jó? Hát nézd, Noénál csak 8-an menekültek meg Ott abból a is, pár. ráadásul ott is, azért, mert Noé családtagja volt a másik 7, nem azért, mert olyan nagyszerű emberek voltak. De figyeld, hogy mi az, amit ír a Makabeusok könyve. Most, hogy elfogadod vagy sem, az végül is mindegy, de csak nem tudom, hogy biztos olvastad, vagy hallottál róla, de ha nem, akkor itt van. Azt mondja, figyelj, amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy kipróbálja, hogy ki az, aki hajlandó járni azt az utat. Ez a beszéd helyesnek látszott a szemükben, azok szemében, akik átálltak Antiochus Epiphanesra, és néhányan nép közül elhatározták, hogy a király elé járulnak. Az meg is engedte nekik, hogy a pogányok szokásai szerint éljenek. Hát vajon mi a pogányok szokása? Ezt ugye mindenkinek el kell döntenie magába. Így a pogányok módjára testgyakorló iskolát építettek Jeruzsálemben. Ez a testgyakorló iskola, ez gimnázium a görögében. De figyelj, nem metélkedtek körül, elszakadtak a Kodes, vagy a különválasztott, vagy a Szent Szövetségtől, és a pogányokhoz csatlakoztak és eladták önmagukat, hogy gonosz cselekedjenek. Hát mi az a Szent Szövetség, amitől elszakadtak, úgyhogy nem metélkedtek körül, hanem a Tora? Hát nyilván a Mózesnek adott, a hegyen, a Sínain adott parancsolat. Úgy azért, mert mindig is az volt, ami megkülönböztette Izrael és Ábrahám leszármazottait a világtól. Így van. Persze a hit, de... Ebben egyetértek. Érted? Szóval ez... Bocs, de akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez most is így van, nem? Ebben van egy hajszálnyi eltérés a gondolkodásmódunkban, de szerintem az idő nem lesz hozzá elég, hogy erről beszéljünk. Akkor visszatérve megint most másokat szóra ez az antikrisztus témához. Tehát okay. Hogyha én el akarom terelni magamról a figyelmet, hogy azok, akik ebben a korszakban élnek, amikor én létrehozok egy világvallást, ugye létrehozok egy elsősorban egy államvallást, és az államnak a hatalmát kiterjesztem azt az egész világra, ugye? És tehát ha erről el akarom terelni a figyelmet, akkor nekem valaki olyanról kell beszélnem, aki majd a jövőben jelenik meg, hogy majd jönni fog, és de ugye látjuk azt, hogy az 1900, főleg pont ezért hoztam a képbe ezt a... Ki volt ennek a könyvnek az írója? Tudom, értem, amit mondasz, emlékszem arra, de nem tudom, mindegy is. Hát egészen addig soha nem beszélt senki RFID chipről például. Hát mert nem tudták, hogy mi az RFID chip egészen addig, bocsánat. Én, nem tudsz beszélni olyasmi, ezért mondta, de nem így van, nem tudsz olyanról. Szóval azért nem írta azt, hogy... De érted, amit mondok, amikor azt mondja, hogy egy jelet tesznek a homlokukra, meg a jobb kezükre. Megkérdésem szerint ez az elmédbe levő ismeret, ha te nem az Isten ismerete szerint gondolkodsz, ugye, és a cselekedeteid nem azt tükrözik, akkor te nem fogsz találkozni az 1000 éves uralmában, nem fogsz bemenni az Isten küldöttének az országába, a Mesiás királynak. Ez abszolút így van. Most a kérdésem csak az, hogy, sőt, nem az, hogy abszolút így van, hanem én azzal kezdtem a videó gyártást ezeken a csatornákon, hogy bemutattam, hogy mi ez, amiről beszélünk, ez a chip meg a fenevad bélyege, ez nem elsősorban egy fizikális dolog. Szóval én egyetértek, de attól függetlenül ez még létezik, nem? Ez létezni fog, de megmondom, hogy miért, és abszolút nem azért, amiért a kereszténységet a Vatikán propaganda eszköznek használja, meg a karizmatikusságot, mert ezt már látod, hogy már a világi emberek is hisznek ebben, érted? Tehát, hogyha már a római császár utódainak a propagandájára nézve már a világ is ebben hisz, akkor ott nagyon bűzlik a halnak a feje, érted? Tehát az egész abból indul ki, ugye említettem a múltkori beszélgetésnél azt, hogy van ez a 2000 éves a 8. Bonifácnak ugye a bulláján, a kalapján ugye létrehozták ezt a római kereskedelmi rendszer. A valláson belül ezt megcsinálták, mint a canon law, tehát az egyházi törvények, és megcsinálták a Róma térhódításán keresztül minden országot elfoglalva, ugye ezt megcsinálták a kereskedelmi rendszert, kereskedelmi törvényét. Ez a kettő együtt megy.
És ugye ebben az a lényeg, hogy, hogy amikor megszületsz, akkor ugye, mint régen a római idején, a dokmester bement a hajóba, mielőtt kipakoltak volna, és jegyzőkönyvet csinált arról, hogy mennyi van a hajóban, mennyi az értéke, stb. Stb. És utána elküldte az embert, hogy menjen be a helyi polgármesteri hivatalba, és fizesse be az adót először, és utána engedélyt kap, hogy eladja ezt, a portékot. Ezt úgy hívják, hogy maritime law, angolul, ez a tengerészeti törvény. Ez világos, ez tisztosan. Törvénye. Most a lényeg az, ugye vannak, akik vitatják, azt mondják, hogy Magyarország kivétel, amit egyáltalán nem gondolok, hogy kivétel lenne, mert attól fogva, hogy a pápának a nagykövete, aki a herceklímás érsek, vagy bíbor. Figyelj, senki nem kivétel, de mi a ennek a kapcsolódása? Az, hogy tulajdonképpen, amikor megszület, nem vagy tudatában semminek, se írni, se olvasni nem tudsz, a szülőt ráveszik azon keresztül, hogy írja alá az anyakönyvi kivonatot. Tulajdonképpen itt az édesanyád és aki a te képviselőd a törvény szemében, és az állam, mint egy cég, ugye kölcsönadási szerződés jön létre. A cég, az állam kölcsön veszi a testedet és minden hozzá kötődő dolgot 18 éves korodig, ugye mindent kölcsön vesz tőled. És tehát ebben a rendszerben te kölcsönadó vagy, tehát te vagy itt a principal, te vagy a legfontosabb ebben az egész kereskedelmi rendszerben, mert te adod a testedet kölcsön, hát te... igaz, hogy édesanyádat becsapták a... Ehhez ismerni kellene a nekem legalábbis, ez nekem ismerni kellene pontosan ezt a rendszert, és nem tudom, szóval így nem nagyon tudok én utána érdemben hozzászólni. És a lényeg az, hogy ebben a rendszerben te vagy a kölcsönadó, te vagy a legfontosabb, nálad nélkül ez a rendszer nem tud üzemelni. Mm. És az aláírásodra mindig szükség van. A lényeg az ebben az egész dologban, hogy de mégis ez a rendszer elhiteti veled, hogy nem, te ebben a rendszerben az utolsó senki vagy, és ebben a rendszerben mindenért neked kell fizetni. De abban a kölcsönadási szerződésben, amit a cég, mint állam kötött, mint a pápának egy létrehozott vállalkozása kötött, az édesanyáddal a kölcsönadási szerződés, a kölcsön vesz mindenedet 18 éves korodig, és majd ő használja bölcsességgel. De akkor eznek mi köze van ahhoz a BLG-hez? Ezt elmondom. Okay. Tehát a lényeg az, hogy ugye a jelenések könyvében mindig csak az RFID csipes mesét sugározzák az embereknek, de ott arról nem beszélnek, hogy a neve, tehát a fenevad neve, a nevének a száma, és hogy mi van még előtte, igen, hogy a vadállatnak a képébe lelket leheljen, stb. Stb. Hogy lelket tegyen. Tehát ezekről nem beszél senki, hogy ez micsoda, pedig ezek de sokkal... Én beszéltem. Akkor kimaradtam a műsorokból. Én beszéltem az új világrend istene a sorozatban. De egyébként azt mondja, a fenevad bélyege, vagy a neve, vagy a nevének a száma. Szóval ez a három dolog, amiről szó van. Tehát akkor mit gondolsz, hogy ez mi akkor? Mindjárt elmondom. Tehát a lényeg az, hogy ahogy beszéltünk, ahogy Izraellel kapcsolatban körénk építettek egy ilyen színjátékot, hogy elhiggyük, hogy már közel az ő messiásuknak a megérkezése, mert már Izrael már összeállt, ugye? Beteljesedett a profécia. Mit tudjuk te és én, meg velünk együtt, csak ennek semmi köze az Isten proféciájához. Ugyanegy az elven, ugye úgy alakítják a világot, hogy tudják az írásból, hogy valamiről beszél, hogy jobb kéz, meg homlok, meg stb. Stb. És kiadták a propaganda szöveget, ugye az 1900-as, az 1970-es évek óta, hogy ez egy RFID chip lesz. Tehát az egész ott bonyolódik le, hogy a mai napon, ugye minden, még a legtöbb dolog az adásvételi szerződések, mert minden ugye papírformában működik a világ kereskedelmében. Igen. Ezt akarják leváltani, mert ez a bizonyíték arra, ugye most már forrong a világ sok országban, főleg angolszász országokban, ilyen mozgalmak jöttek létre, ilyen lázadási mozgalmak, hogy megrohanták a nemzeti bankokat az anyakönyvi kivonatukkal, hogy kreditet akarnak érte kapni, és vissza akarják venni, hogy a hatalmukat, a saját maguk és akkor érti. Ez, szóval, ha jól értem, akkor azt akarod mondani, hogy van ez a tengertörvény a dolog, vagy maritime law?
és akkor ebbe benne van mindenki. És akkor ezt átteszik digitálisba, és ez lesz ez a dolog. Mert jelen pillanatban megvan a jogod és a lehetőséged, hogy fogadj egy ügyvédet. De te is tudod, hogy ez nem így van. Úgy értem, hogy ez minden... Ilyen nincs a mesébe se, a rendszerből nincsen kiút. Nem tudsz a rendszer mellett élni. És a másik meg az, hogy azt mondja, hogy senki se vehessen és el se adhasson. Szóval akkor mi ez? Akkor mit jelent az, hogy vehessen és el se adhasson? Csak az, akinek van ez a homlokán vagy a kezén ez a bélyeg. Hát hogyha az ismerettel és a cselekedettel van összefüggésben, akkor nyilvánvaló, hogy itt arról van szó, hogy te nem tudsz az Istentől, te nem tudsz az Istennek tiszteletet adni azáltal, hogy te megtartod az ő parancsolatát. És ugyanakkor nem tudsz az Istentől úgymond tiszteletet venni, hogy az Isten megtisztel tégedet, meg akar ajándékozni azzal, hogy örök életet és bűneidnek a bocsánatát vegyed. De ez a kifejezés, ez agora, amit mindenki ismeri az agorát, piac. Ez az a szó. Agorazzo. Ez szó szerint azt jelenti, hogy árusítani, mint a poleo pedig elad, vagy árul, vagy vesz, és eladásra kerül valami. Igen, nincs nagyon, is más jelentése. Igen, nagyon ragaszkodtam ehhez az ógörög dolgokhoz, mert azt hittem, hogy abban van a dolog kulcsának, meg a lényegének, az egész lényege, de látom azt, hogy sokkal jobban inkább kell ismerni a szimbólumrendszert az Ószövetségnek, mint oké, okay, akkor menjünk vissza az Ószövetségbe. 5 Mózes 6-4. 5 Mózes 6-4-től 9-ig. Azt mondja, hogy és az igék, amelyeket a mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben. És gyakorolj ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a házadban ülsz, mikor az úton jársz, mikor lefekszel, és amikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. Hát akkor megválaszoltad a kérdést. Persze, hogy meg már 3 éve. De azt akarom mondani, hogy akkor mi az a jegy, amit az ember a kezére köt, meg a homlokkötőül a szemére? Ez meg vagyok róla győződve, vagy itt arról beszél, hogy... Mert ugye én azt kérdezem, hogy ebből, 5 Mózesből, mi volt az, amire mondta, hogy és kössed azokat a te kezedre jegyül? Hát nyilvánvalóan azok az utasítások, amit mondtak a sínai. Hát akkor most mi az, amit a kezemre kell kötni, meg a homlokkötőül valami más, mint ami akkor volt? Azt mondta, hogy és ez igik, melyeket a mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben, és kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. Így van. Szerint ugyanazt mondja, mint amit itt jelenések könyvében. Szóval a különbség szerintem azok közt, akik a teremtő útját járják, az, hogy mind a mai napig nekik ugyanazok az igék, amelyeket ott elmondott, vannak a cselekedeteikben, meg a gondolataikban, míg az összes többi embernek valami más. Így van. Így van. És az a más, az pedig nem máshonnét jön, mint abból a forrásból, amiről János beszélt, hogy már akkor is voltak antikrisztusok. Így van. De lesz egy olyan antikrisztus, aki mindenek fölött álló, tehát minden hazugságában sikeres lesz, ahogy Dániel mondja talán, hogy jó szerencsés lesz. Igen. Minden cselszövésében, minden, és tehát a lényeg az, hogy ugye azért propagálják így a kereszténységen keresztül és a világ felé ezt az RFID csipes mesét, és építik a világot, hogy ez ezzel van összefüggésben, hogy mondtam, hogy most még papíron, tehát számos, több ezer dolgot láthatsz az interneten, riportfilmeket, meg mindenfélét, hogy igen, megcsinálják azt, hogy az anyakönyvi kivonatuk segítségével olyan kredithez juthatnak, ami őket valójában a születésüktől fogva megillette volna, de ez el volt hallgatva. Na most ugye a Vatikán óriási bajban van a mai napon, mert látják, hogy megözönlötték az ő bankrendszerét, az emberek, ugye, és ügyvédeket fogadnak, hogy ezt a jogukat érvényesítsék, hogy 18 éves korodig
ugye az állam ebben a szerződésben kötelez, hogy addig nála kell, hogy letétbe legyen a vagyonod, mindened, de 18 éves korod után te jelentkezhetsz, bármikor jelentkezhetsz, hogy élni akarsz az anyakönyvi kivonatban levő hát, értékeidre. Én ezt nem tudom. Ez számomra, én még csak azt kell, hogy mondjam, hogy csak én nem is foglalkozok ezzel. Én, figyelj, a világot nem lehet legyőzni, és nem is lehet kijátszani. Természetesen, de viszont látni ezt a történelemben is, és az írásban is, hogy a sátán sokszor csinált már öngólt, hát egyrészt azzal, szerintem hogy... én ebben nem értek egyet. Én figyelj, most mondtad el az előbb, hogy színház az egész világ. Én szerintem az, amiről beszélsz, hogy az emberek megrohamozzák, meg most kikerülnek a rendszerből, meg ügyben, nem a rendszer. Ez is ugyanúgy egy színjáték része. Én ezt hallottam már a kezdetén, hogy... Beszélek, hogy ha kilépni a rendszerbe, egyáltalán nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy törvény adta jogos keretek között, hogy hogyan férhetsz hozzá ez mögött az értékhez, egy kredithez. Én azt mondom, hogy ezt a részét hagyjuk is, mert én nem tudom, hogy hogy van, és hogyha nem vagyunk, nem tudjuk 100%-ig nem ismerjük azt a rendszert, meg semmiféle, szóval nem tudok felmutatni semmit, még csak eddig tudtam az internetről keresni ezt az, de ez, amiről most szó van, ez már csak át fog menni egy ilyen, érted, nem értünk annyira ehhez, hogy bármiféle hozadéka lenne ennek bárkire nézve, és aki akar, nézzen utána ennek, amit mondasz, de... Így van, de csak annyi, hogy az RFID chip tulajdonképpen, mert most, hogy papíron működik ez egész, lehet látni ezt a törekvést, hogy a papír szerződéseket el akarják tüntetni, mert nekem, amíg van papír és bizonyíték arról, hogy egy szerződés van, addig neked megvan a lehetőséget, hogy éljél a törvény adta jogaiddal. Viszont, ha a papír eltűnik, és a papíron levő szerződés mintán eltűnnek, és a szerződés az maga az RFID chip lesz, ami benned lesz, akkor onnantól kezdve nincsen többé soha jogod arra, hogy ügyvédet fogadjál, és azt mondjad, hogy az, ami az én... Hát akkor ami kivetetem, engem... megmondom, hogy ügyvédet fogadok, azt kivetetem magamból, az kész. Azt kivetetheted magadból, de nem érted, nem lesz papír, tehát a papír nem rendszer... Kell, mert az a chip az. Igen, a papír rendszer miatt van neked, tehát bizonyítani tudod, hogy neked jogod van ahhoz, viszont ha RFID chip lesz, tehát te hiába veszed ki az RFID chipet a kezedből, nem tudsz belelátni, nem tudod az információkat előhozni belőle, érted? És hát de nézd, ez most is, ma is van digitális szerződés, szóval, hogyha annyi, érted, te is, mindenki vesz online dolgokat, amikor digitális szerződést köt, mégis van jogorvoslatra lehetőség digitális módon is, szóval, és ez még mindig nem mutatja meg, hogy tudok eladni vagy venni, ami ott van jelenések könyve. Hát nyilván, hogy nem lesznek szerződések, szkenneléssel fogod használni, tehát minden egyes alkalommal, amikor leszkenneled mondjuk a kezedet, akkor tulajdonképpen te tehát szerződésbe mentél bele. Szóval akkor csak van egy szerződés. Igen, de ez nem egy számodra elolvasható, ezen nem olvashat el sem. Maga a mozdulatod lesz a kontrakt. Hát de akkor is van a szerződésnek, van egy, hogy mondjam, vannak szerződés a feltételei, meg stb., amit lehet, hogy tehát mikor bemegyek a kávézóba is, a kezemmel ott suhintok egyet, azt veszek egy kávét. Az egy szerződés. Annak vannak feltételei, és elfogadom azt, hogy ők adnak egy olyan kávét ennyi pénzért, és nekem vannak ilyen jogai. Nem olvasom el a szerződést, de ha nem értek egyet azzal, ami történik utána, akkor egyszerűen csak megmondom, hogy nézd, nekem nem kell ez a kávé, mert ilyen, és abban a szerződésben, amit megbeszéltünk, abban te azt mondtad, hogy az ilyen lesz, és ezek az én lehetőségeim. Szóval annak ellenére, hogy nem olvasom el a szöveget, annak ellenére még van jogorvoslatra lehetőség. Szóval én nem azt akarom mondani, hogy így vagy úgy nem, vagy akármi, én csak azt amellett akarok érvelni, hogy ez nem zárja ki az, hogy digitális vagy sem. De végül is akkor is kell, hogy akkor is a bélyeg egy chip, szóval így is, úgy is oda lyukadtunk ki, nem? Vagy valamilyen, digitális azonosító. A világban ez a színházas chip dolog, ez nem feltételezi azt, hogy te nem tudnál élni egy ilyen digitálisra zárt világban, nem tudnál élni Isten akarata szerint.
Érted? Abban a világban biztos, hogy nem, amit ők kitalálnak, mert csak azt fogja mondani, hogy mikor belépsz a boltba, akkor digitálisan tudsz fizetni. Szóval hiába lobogtatod nekem itt a káposztalevelet, vagy akármit. Ezt kéne látni akkor már a történelemben, hogy az elmúlt, mit tudom én, 200 évben, tehát hogyha valaki megnézi a fizetőeszközöknek az evolúcióját, érted? Tehát soha nem volt kötve az, hogy te mondjuk aranypénzt használj, vagy papírpénzt használj, vagy bankkártyát használj. Olyan, olyan vagy... értelemben nem volt, hogy nem mondták azt, hogy neked kötelező azt használni, csak egyszerűen úgy alakították a világot, hogy kénytelen voltál azt használni. Igen, mivel nem mehettek be, például most is így van, nem mehetek be a bankba, és mondhatom azt, hogy ugye itt van egy A4-es lapon, ráraktam a hüvelykujjam lenyomatát, ez 1000 forint, majd hozom, vagy érted? Most is a forint ez a közvetítő eszköz, ami közt, tehát... De ennek a használata nincsen ahhoz, attól függővé téve, hogy te mondjuk, mint a keresztények, hogy hiszel-e Jézusban, ugye? Mert ugye ez a propaganda, hogy hát, hogyha megvallod, hogy... vagy tehát ha fölveszed az RFID csipet, akkor te az azt jelenti, hogy te megtagadtad a Jézus. De ez nem igaz, mert nincs bizonyítva az írásból. Tehát, nem is mondja senki, hogy én nem azt mondom, hogy ha te fölvezed az RFID csipet, akkor te megtagadtad Jézust. Egyszerűen csak nem tudjuk, hogy mi az a rendszer, ami következik. Szóval még nem tudunk róla véleményt alkotni, mert egyszerűen nincs meg. De mondhatják azt nyugodtan, hogy... Mi a buktatója ennek az egésznek? Ugye, ahogy a kereszténység és Paul Lindsay-vel az élem meg a mesekönyveikkel, a jobb kézről beszélnek. De ha megnézel egy halom videót az amerikai hadseregről, vagy akik a gyerekekbe oltatták be, hogy megtalálják őket, mert félnek, vagy akik, érted, tehát a biztonsági okok miatt, meg ilyen dolgok miatt, hogy könnyebb legyen a vásárlás. Tehát nagyon sok esetben a jobb felkarban van ráadásul könyöket fölött. Ez részletkérdés szerintem. Vagy szárába, érted? Tehát ha ez az lenne, akkor annak az kellett volna kijelentés legyen róla, hogy hát bárhova teszik a testedbe. De itt a jobb kéz van kihangsúlyozva. Hát, ha már itt tartunk, a homlok vagy a jobb kéz, szóval mind a kettő, mert azt mondja, hogy a homlokukra vagy a jobb kezére, szóval mind a kettő kihangsúlyozva. Most Elon Musk nyilatkozott, mindenhol ez olvasható, ez a Daily Mail-ben például, de az összes újság magazinban, a Joe Rogan Show-ban volt egyébként, ez egy podcast, hogyha valakit érdekel, nézze meg, Joe Rogannál készült podcast. Azt mondta, hogy jövőre már előállnak olyan technológiával, aminek a segítségével egy apró lyukat kell vágni az embernek a koponyáján, és bele tudnak ültetni egy csipet, ami rá fog csatlakozni az agyra, és mit tudom én hány ezer elektróda segítségével, meg egy ilyen mikro robot segítségével létrehozzák ezt a kapcsolatot, és képes lesz 15-20 év múlva letölteni nyelveket az ember és anélkül, hogy megtanulná. És ez egyáltalán nem nevetséges szerintem, érted? Ezt mindenki tudja, hogy lehetséges, hogy egy csípet beültetnek az ember agyába, és ha összekapcsolja a megfelelő agyi központtal, akkor nyugodtan meg tud tanulni egy nyelvet egy pillanatban. Én mondom azt, hogy ilyen nincs és nem lesz. Én azt akarom mondani, hogy ezek a dolgok, ezek elterelő dolgok arra, hogy az ő általuk majd bemutatott messiásnak higgyenek az emberek, mert sorrendben ugye Izrael, aztán az RFID chip, aztán a messiás. De már annak hisznek, érted? Már az egész világ nem követi a Torát. Szóval aki nem követi a Torát, az alapvetően a világot követi. Érted? Ez az én álláspontom. Vagy azt követed, és elfogadod a Mashiach áldozatát, vagy azt csinálod, amit a világ. Ez csak ennyire egyszerű. Szóval nekik nem kell aggódni amiatt, hogy az emberek követik Istent, vagy Jézus, vagy akármit. Az emberek már rég nem követik, már 2000 éve nem azt csinálják. De ezt akarom én is mondani, hogy ezért az RFID chip dolog nagyon kevés köze van ahhoz, hogy ez valójában az a dolog, amiről a kereszténység azt propagálja, hogy hát erről beszél már János idejében, tehát 2000 évvel ezelőtt már János idejében már erről beszélt egész pontosan. Hát már pedig szerintem arról beszélsz, de elég egyértelműen úgy értem, hogy a mostani
ahogy alakulnak a dolgok. Én szerintem talán csak azt érdemes megfontolni mindenkinek, hogy fölösleges izgulnia azon, hogy felveszi-e a bélyeget, vagy nem veszi-e. Hogyha nem a Torát követi és fogadja el Jehusa HaMashiach áldozatát, akkor mindegy neki. Így van. Beleértve az étkezést, a körülmetélést, a ruházkodást, az ünnepeket, a sabátot, meg mindent. A kommunizmusban, amikor nyíltan támadták az olyan embereket, akik valamilyen bibliaolvasó valláshoz tartoztak, igaz? Na de a kommunizmusban is éltek rengetegen, akik nem beszéltek erről, hanem maguk között csöndben összegyűltek, de viszont a mindennapjaikban, nem amikor gyülekezetben voltak, hanem a mindennapjaikban, amikor elmentek dolgozni, amikor bármit csináltak emberek előtt, akkor példamutatóan éltek az Isten parancsa szerint. Ugye, most ezen a ponton le kell zárnom, ne arra, hogy már mennem kell, de annyit még hagyd tegyek, mindenki folytassuk, mert szerintem nagyszerű volt, de annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a példa, ez az én álláspontom, oké? Én elfogadom, hogy te vagy bárki másként gondolkodsz, de az, hogy valaki példamutató, vagy az, hogy valaki jó, vagy kedves, szereti az akármit. Bocsánat, én nem erre gondoltam, hogy ez a humanista féle, mutassunk jó példát, én az Isten utasítása alapján, amit a megváltó adott a tanítványoknak, és így a pogányoknak, én erről beszélek. Figyelj, nem azt akartam pont megmutatni, azt mondja ő maga, Jehusa HaMashiach, vagy Jézus, hogy teljesen mindegy, hogy milyen jó cselekedeteket csinálsz. Mert azt fogom, vallást fogok tenni rólad, és azt fogom mondani, hogy sohasem ismertelek téged, távozzatok tőlem, gonosztevők, és ez a gonosztevő, ez nem más, mint anómia, a törvény megszegője. Így van. Aki a törvény megszegője, ami a Tora, a törvény, akkor annak nincsen keresnivalója. Ez gyakorlatilag a világ 99,9%-a, aki megszegi. Mind az étkezésben, mind az ünnepekkel, a sabáttal, körülmetéléssel, bemerítéssel, az összes többi dologgal. Ez evidens abból, ami az írásokban található. Erre végtelen verset én már bemutattam az embereknek. Szóval ez talán az, ahol eltérünk. A világ már az antimásiákot követi. Már régen. Így van, 2000 éve. Úgyhogy az én szememben én nem várok egy világvezetőre, meg egy ilyen dologra, mert én tudom, hogy ő már 2000 éve benn ül a kereszténység templomában, a hamis Istennek a templomában, benn ül a pápákon keresztül. Ő már szedi 2000 év óta az áldozatát. Ugye? Tehát én azt akartam mondani, hogy aki elhiszi azt, hogy az RFID chipnek a felvétele fogja eldönteni azt, hogy te üdvözülsz-e vagy sem, és hogy mennyországba kerülsz-e vagy sem, a óriási tévedésben van. De az van. El fogja dönteni. Ide ez van írva, sajnos. Ide olyan egyértelműen az van írva, hogy nem is lehet egyértelműbben megfogalmazni ezt. Szóval lehet, hogy innen kellene folytatnunk legközelebb. Mert legyen, hogy tegyem. De azt akarom mondani, hogy ez olyan egyértelműen leírja, hogy nem is tudja egyértelműben, kínosztatnak örökké a báránynak és Elohimnak és a kadosimnak, vagy a különválasztottaknak a jelenlétében mindörökkön örökké azok, akik felveszik a bélyeget. Szóval, de folytassuk innen, és akkor én szerintem nagyszerű volt, meg én örülök, hogy tudtunk beszélni így normális keretek közt. Szerintem ez nagyon hasznos lesz mindenki számára. Most remélem, hogy egyetértünk ebben, de én nagyon hasznosnak találtam. Még akkor is, ha esetleg nem értünk egyet bizonyos dolgokban. Reméljük, hogy sokakat elgondolkodtak. Na ez lenne a lényeg. Mindkét nézet. Pontosan. Úgyhogy én örülök, hogy beszéltünk, aztán mindenképpen folytassuk, amint időt engedik.